Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Loboda Árpád vagyok. Mai műsorunkban egy szeizmológussal elemezzük a hajnali albániai és bosznia-hercegovinai földrengések hátterét. A Martonosi helyi közösség tanácselnökét kérdezzük arról, hogy milyen gondokat okoznak a faluban a migránsok. Az Óbecseinél tapasztalható jelentős halpusztulás részleteibe is betekinthetnek, illetve egy vámjogi szakértővel beszélgetünk arról, hogy miben változnak hamarosan az előírások. A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási pályázatairól is szó lesz a mai közügyekben, és megünnepeljük a Kalamáris című műsorunk harmadik születésnapját is. Tartsanak velünk! Eddig 18-an meghaltak, és több lakóház is összeomlott a ma hajnali albániai földrengésben. Többen a romok alatt rekedtek. A sérültek száma meghaladhatja a 600 főt is. 30 év óta ez a legerősebb. A Richter skála szerinti 5,1-es, majd később 6,4-es erősségű földrengés rázta meg 3 óra különbséggel hajnali 4 óra környékén a balkáni ország fővárosát és annak északnyugati részét. Alexander Vučić szerb államfő ma reggel telefonon tárgyalt Edi Rama albán kormányfővel, és felajánlotta Szerbia segítségét, azonnal tűzoltó és első segélyt nyújtó egységeket küld a következmények elhárítása érdekében. Ez ma a nap híre a régióban, most nézzünk meg néhány délelőtt készült felvételt. Pošli pár lát na dúdas, megcsináltam dólar, most sem van így zsíti, inkább blonda. Jóta. Most. Bosznia-Hercegovinában, Belgrádban, Újvidéken és Budapesten is érezni lehetett ma hajnalban azt a földrengést, amelynek epicentruma Albániában volt, és amely ott okozott hatalmas károkat. Habár a földrengések nem olyan gyakoriak Európa ezen részén, a legnagyobb erősségű rengések vannak elő- és utórezgése is, így a következő időszakban valószínűleg lesznek még földrengések Albániában. Ezt mondta el stábunknak a Köves-ligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium földrengés kutatója. Kiszeli Mártával Vadlövő Gabriella beszélgetett. Köszöntöm Önöket! 6,4-6,5-es erősségű földrengés rázta meg ma hajnalban Albániát, és ez szinte az egész Balkánon, sőt az egész európai kontinensen érződött, és itt van mellettem Kiszeli Márta, szeizmológus. Ez a 6,4-es, vagy 6,5-ös, ahogy Önök regisztrálták, vagy ahogy náluk Önöknél megjelent rezgés, ez mennyire erős? Ez mit jelent pontosan? Igen, ez már egy nagyon erős rengés. Olyan nagy ereje van, hogy már épületek komolyan megsérülnek, tehát most is voltak halálos áldozatok, és egy 6,4-es rengésnél már nagyon sok utórengés is várható. A többsége még szintén okozhat épületsérüléseket, károkat. Ez európai léptékben is nagy rengésnek számít.
Ezek az utórezgések, ezek mikor várhatók? Gyakorlatilag már ma volt 5,6-os utórengés, tehát tucatjával várhatók még hónapokig utórengések. Mielőtt elkezdtük volna az interjút, azt mondta, hogy amennyiben ez volt a főrengés, akkor lesznek utórezgések, de még az is lehet, hogy nem ez volt a fő. Igen, szeptember 22-én volt ugyanezen a területén egy 5,6-os rengés. Ha nem lett volna most ez a 6,4-es körül, akkor azt tartottuk volna főrengésnek. Tehát itt ez a bizonytalanság megvan, hogy mit tekintünk utórengésnek, főrengésnek. Remélhetőleg ez volt a legnagyobb, ami a területet érinti, bár 40 éve volt egy 6,9-es is Albániában ezen a területen. Mekkora valószínűsége, vagy egyáltalán meg tudják-e mondani azt most, hogy lehet ennek még egy nem utórengése, hanem egy főrengés, tehát hogy nem ez volt, mekkora ennek a valószínűsége? Nem tudjunk előre sajnos megmondani. Erre számít a helyi hatóság is, mert azt javasolták, hogy töltsék a szabadban az éjszakát az emberek, tehát ők sem tudják, hogy mi várható. Sajnos már egy kisebb utórengés is a megsérült épületeket romba döntheti. Mennyire gyakori egyébként a mi térségünkben, illetve, tehát most nézzük először Albániát, utána pedig inkább a Balkánt, és akkor a Kárpát-medencét. Mennyire gyakoriak az ilyen erősségű földrengések? Hát Albániában elég gyakoriak, közelebb vannak az Afrika-Európa ütköző lemezszegélyhez. Afrika mintegy 7 centit közeledik ezen a területen Albániához, tehát ez egy óriási feszültségfelhalmozódást jelent. Ahogy én utána néztem, 100 év alatt a terület 150 kilométeres sugarába 7 darab ilyen nagy rengi, tehát 6-osnál erősebb rengés volt. Tehát ezen a területen ez gyakori. Magyarországon ilyen nagy erejű rengést nem ismerünk, tehát nem volt Magyarországon 6,4-es rengés. Ennek a ma hajnali földrengésnek voltak, illetve kihatással volt több országra is itt a környéken, sőt Európában is, ön említette, hogy még Budapesten is érezték. Igen, az ügyeletes kolléganőmet hajnali 4-kor felébresztette egy gazdagréti lakos, a 10. emeleten hintázott, belengett az épület, és valóban ennek a földrengésnek a felületi hulláma ilyen lomha hintázásként jelentkezhetnek távolabb is. Ez 700 kilométerre volt az epicentrumtól. Hol volt érezhető, még mely európai országokban? Úgy tudom, Dél-Olaszországban, Szabadkán, a balkáni területeken volt érezhető, amit most hirtelen tudok. Önök itt a szeizmológiai központban egyébként folyamatosan követik a földrengéseket, és kapnak is mindenféle információkat a világ minden tájáról, jól tudom? Így van, tehát ez egy online adatrendszer, egyforma formátumban kapunk minden országból az állomásaikról adatokat, mi is szolgáltatunk adatokat, tehát gyakorlatilag néhány percen belül egy nagy rengés epicentrumát itt is meg tudjuk mondani, ha az a föld túlsó felén volt. Magyarországon 15 állomás működik, ami az obszervatóriumban regisztrálja folyamatosan a földrengéseket. A világ mely pontja az, amelyik a leginkább kivantéva a földrengéseknél? Tehát azt megállapítottuk, hogy itt nem annyira gyakori, és nem annyira gyakoriak az erős rengések. Hát igazából van ennek egy híres neve, ez a csendes óceáni tűzgyűrű, ez a Japán-Chile partvonala. Valóban innen, itt ezeken a területeken 9-es rengések is előfordultak már. Szerencsére Magyarország, Szabadka is távol van már ezektől a nagy lemez tektonikai határoktól, és nincsenek ilyen nagy rengések. És még csak egy kérdés erejéig visszatérve a hajnali rengésre, ugye beszéltünk arról, hogy nem biztos, hogy ez volt a főrengés, de reméljük, hogy ez volt. Hogyha ennél erősebb rengés lesz, az hol mindenhol lesz érezhető? Hát bizony akkor lehet, hogy már Szeged Kecskemét térségében is lesz érezhető. És hogyan lesz érezhető? Tehát ez nem fog akkora károkat okozni, mint az epicentrum környékén? Nem. Valószínűleg egy kis hintázást, rázkódást éreznek, de remélhetőleg erre nem kerül sor. Ez azt jelenti, hogy mindenféleképpen Budapesten, Magyarországon, illetve Vajdaságban biztonságban vagyunk. Így van, így van. Tehát a balkáni rengésektől biztonságban vagyunk, így van. Mitől nem vagyunk biztonságban? Hát igazából a legutóbbi, legnagyobb magyar rengés 5,6-os volt Dunaharasztiban 1956-ban, és egy ilyen nagy erejű rengés a statisztika szerint úgy 50 évente fordul elő Magyarországon. Tehát ez egy kicsit már letelt ez az időpont. Persze ennek van egy kis szórása, gyakorlatilag bármikor várható rengés, nem tudjuk megmondani, hogy mikor és hol sajnos.
Iszeli Mártának köszönjük szépen az információkat. Nagyon szívesen. A közügyeket Budapestről Vadlövő Gabriella tudósította. Három kisebb illegális sátortábort számolt fel Magyar Kanizsán a Népkerthez közeli erdőben a helyi válságstáb, az önkormányzat által alkalmazott őrzővédőszolgálat és a Kommunálac közvállalat. A következő lépésben Martonosnál a Holtisza és az élő folyó közötti erdő sűrűjében felállított migráns tábort szeretnék felszámolni, ahol becslések szerint akár 150-en is lehetnek. A terep szinte megközelíthetetlen, és az illeték szerint gondot okoz, hogy ott több nemzet is keveredik, és gyakoriak az egymás közötti leszámolások is, ezért a migránsok eltávolításához rendőri közreműködésre lenne szükség, akikből Magyar Kanizsán nincs elegendő, ezt mondta a Horváth Gergely, Martonos helyi közösség tanácselnökével Mészáros György beszélgetett. Műsorunkban köszöntöm Horváth Gergelyt, a Martonosi helyi közösség tanácselnökét. Nos, mögöttünk a Holt Tisza, mellettünk pedig gyakorlatilag az élő Tisza található. Merre próbálkoznak leginkább a migránsok itt Martonos környékén átkelni? Martonos itt Martonos területén, tehát a Tisza közvetlen, Tisza mentén próbálnak átmenni még a parton, megkerülve a magyar fél, amit felállított drótkerítést, ottan ilyen pokrócokat fekteknek le is azon, hogy ne csúszanak bele a vízbe. De mind ahogy látszik itt a hátam mögött, itt is látszik a drótkerítés, meg állandó határőrizet van a magyar félen, nem hiszem, hogy ők át tudnak jutni, hogy ne vegyék őket észre. Legtöbb részük megpróbált azért még gumicsónakkal, tehát árral szemben főfelé menni Magyarország felé, de nem hiszem, hogy kézzel akkorát lehet evezni, hogy a vízsodrása ne hozza őket vissza. Nos, Magyar Kanizsán felszámolták a kisebb illegális sátortáborokat, itt benne az erdőben viszont nagyon sokan vannak. Van esély, hogy ezt a nagy sátortábort felszámolják, és mennyien vannak itt egyáltalán? Hát így, ahogy a halászok mondják, tehát az ember nem nagyon érdemes közéjük menni, tehát én egyedül nem ismerik a halászoknak, és ajánlottam, hogy nem kell velük kezet húzni, mert rengetegen vannak. Igaz, nem látszanak az erdő takarásából, de így az ember hozzávetőlegesen, ha nézzük, hogy mennyi megy köröztül a falu, még megjelenít, hát egy olyan 75-150 személyig lehet, hogy van itt az erdőben, még itt a katonai objektum, ami elhagyatott ott is bent. Tehát még a nádasokban itt elhúzódva ezek a menekült személyek, de várva arra az éjszaka leplét, hogy el tudjanak indulni akcióba. Mert reggel, ugye minden reggel megjelennek a faluba egyesek bevásárolni, valamikor tömegesen bejönnek és vásárolnak a boltokban. Magyar Kanizsán viszonylag könnyen felszámolták a három kisebb sátortábort, mert ott nagyjából 50-en lehettek összesen. Itt viszont az erdő sűrűsége, illetve a migránsok száma is gondot jelent, hogy felszámolják a sátortábort. Hát igen, itt a terepviszonyok olyanok, hogy nem lehet gépkocsikkal megközelíteni őket, nem. Tehát ide szerintem egy kis rendőri jelenlét is kellene itt, tehát rendőri felügyelet mellett lehetne felszámolni őket, mert ki tudja, hogy mi történik itt. A rendőrség viszont a Magyar Kanizsai Válságstáb állítása szerint azt mondja, hogy nincs elegendő emberük ehhez. Hát sajnos Magyar Kanizsa község területén nincs elegendő rendőr, tehát hogy lefedjék az egész területet. Így ahogy a válságstábnak én is részese vagyok, és ott hangzott el, hogy 50 valahány rendőr kellene, és akkor nem érjük el a 30-at sem. Tehát nagy szükség lenne emberekre, meg megpróbálunk a kikindai körzettől, a nagy kikindai körzettől kérni még embereket, rendőri felügyete, hogy ezt föl lehessen számolni, mert ezt gépkocsival se lehet megközelíteni ezt a helyet, és itt az erdőbe be vannak húzódva ezek a menekült polgárok. A napokban többször is jártam itt Martonoson migránsokkal forgatni, és gyakran a település központját szinte ellepik, többen vannak, mint a helyi lakosok. Rendőrök szoktak járőrözni?
A rendőröket lehet látni, hogy járőröznek, meg a községben is van egy pár ember, aki tehát járőröznek, tehát állandóan kontroll alatt vannak, tehát ellenőrizzük őket, meg én szoktam jelenteni. A rendőrügy kapitánysága állandó napi kontaktusban vagyok, minden nap beszélünk, és akkor én leadom, hogy mennyien vannak, hogyha valami történik itt állandóan. Csináljuk a dolgunkat, hogy az ember, a polgárokat megértem, hogy nyugtalanok még, tehát félő az, hogy elérjük azt a szintet, hogyha itt megpróbálnak átmenni a határon, mint ami 15-ben volt, hogy 3-4 ezer ember ment köröztül a falun naponta. Ön pár nappal ezelőtt pontosan úgy fogalmazott, hogy tudni lehet, hogy kik vezetik ide ezeket az embereket. Hát igen, látni, hogy kik azok, akik foglalkoznak benne velük, mert mindig ugyanazok a személyek vannak a környékükben, attól függetlenül. Pontosan nem nagyon tudjuk, hogy ők azok, de az ember, hogyha összerakja a képeket, hogy mindig ugyanazok az emberek jelennek meg, mikor megjelennek a migránsok. Tehát ugyanazok a gépkocsik, ugyanazok a martonosi személyek, tehát tudjuk, a koszovói romák az első hullámot is ők voltak azok, akik vitték, tehát mikor még a koszovói menekültek mentek nyugatra. Jó, és akkor a beszélgetés végén elméletileg mikor lehet majd felszámolni Martonoson itt az erdőben a sátrakat, illetve a migránsokat? Hát elméletileg Lackó Róberta beszéltem ma, ő annyit mondott nekem, hogy ő holnap megy a Nagykikindára, és ott az illetékesekkel megpróbál beszélni, és emberi segítséget kér. Tehát, hogy ezt a tábort itt főszámoljuk, az véget, hogy ne maradjanak itt télre, mert itt télen nagy, hatalmas nagy gondjaink lesznek, ha bejön a hideg idő. Tehát élelem, úgy a tüzelő, úgy minden, tehát Martonoson tudni, hogy rengeteg az üres ház, rengetegen vannak külföldön, hogy föltörik, meg itt van a Martonos alatt a Vikkentelep, rengeteg szabadkai polgárnak van itt telke, Vikkentháza, ott is félő, hogy föltörik, és akkor tehát Martonoson az a legnagyobb baj, hogy nincs állandó rendőri felügyelet sem, csak kijön egy patróla, és az végigmegy a falunk kocsival, szétnéznek, és akkor elmennek Horgos felé. Köszönöm szépen a beszélgetést Horváth Gergelynek, a Martonosi Helyi Közösség tanácselnökének. A közügyeket Martonosról Mészáros György tudósította. Az utóbbi 10 év legnagyobb szennyezése az, ami a hónap elején történt a DTD, vagy ismertebb nevén a Bácskai Nagy csatornában. A több tonnás halpusztulási hullám a múlt hét végén Óbecsénél érte el a csúcspontját. A Kulai Környezetvédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a cservenkai cukorgyár engedte a szennyvizét a csatornába, amelynek megtiltották a további szennyezést. A szakemberek szerint a csatorna vize a Tiszában már nem okozhat ehhez hasonló halpusztulást. Borzasztó látvány fogadta a múlt héten azokat az óbecseieket, akiket a szép idő vagy a kíváncsiság csalt ki a csatorna partra. Elpusztult halak sokasága lebegett a víz felszínén. A látvány nagy felháborodást váltott ki a helyiekből. Evo malo povesti računa, da li će uopšte ribni fond opstati u tim vodama, pitanje da li nadležne inspekcije rade svoj posao, treba proveriti, ne opravdavam. A hónap elején történt vízszennyezés okozta halpusztulás Óbecsénél érte el a csúcsát. A Kulai Környezetvédelmi Felügyelőség szerint a kár okozója a cservenkai cukorgyár volt, amelynek megtiltották a Bácskai nagycsatorna további szennyezését. Egyszer-kétszer nagyon megbüntetni, azt majd aztán nem csinálja. Ez a véleményem. Hát ez nem lesz. Megmérjezik a vizet, és aztán az ember még majd eszi a halat. Bicsi kaustai daszat bíló. Rébe uginul, és tehát ekoloska katasztrófa mála, ali zástú obste dei pusztói. A horgászegyesületek becslése szerint a környezeti katasztrófában több mint 10 tonna hal pusztulhatott el.
U suštini jedna velika katastrofa, da je opet eto ljudski faktor učinio da uništi taj deo prirode. I samo im time i nas, poljski ribolovci koji se bavimo ribolovom, je to sprečio da možemo da pecamo i da tu ribu i konzumiramo, jer pitanje je da li je riba ispravna ili nije ispravna, još i to, se i dalje ne zna da li je ispravna ili nije ispravna bila za korišćenje. Tako da smo eto, ostali bez jednog dela ribe koji je uništen. Nadam se da će se otkriti eto, ko je izvršio trovanje vode i da će taj koji je to uradio odgovarati za to. Ili na neki način bar nadoknaditi taj riblji fond nekim poribljavanjem ili bilo kako da to vrati nazad, koliko može, u kolikoj meri može to da se vrati nazad, jer tu nije samo riblji fond stradao, nego i biljni životinski svijet u tom kanalu. Az Óbecsei Neustadter István több mint fél évszázada horgászik. Csónakjával télen-nyáron lejár a folyóra. Elkeserítőnek tartja a mostani helyzetet. Sajnos ez itt már azelőtt is pár szó megtörtént, körülbelül 5-6 éve volt ugyanilyen hasonló fulladás. Egy kicsit mire észhőtért volna a halállomány, meg a halminőség, akkor mindig ilyen dolgok beütik a fejt, és sajnos mint sporthorgászok ugyanúgy vásároljuk a jegyeket, ahogy a halászok és a többiek, de hova menjünk? A helyi sporthorgász egyesület elnöke szerint is még hosszú ideig érezhető lesz a vízszennyezés hatása. Da ljudi neće da vade dozvole, naravno, mislim, kad se ovako nešto desi, vi ste plaćali se to, platili da pecete ovde u gde, na kanalu gde je pomrla sva riba i gde, šta tu gde pecete u stvari, ni sad trenutno tu ne može više ništa ni peciti. To je narednih 3-4 godine će trebati da se to oporavi od ovog sve što se dogodilo. Bár a Vajdaság vizei közvállalat gyorsan intézkedett, Slavko Vrndzsic igazgató szerint hatalmasak a veszteségek, mert a szennyezés után 5-6 napnak is el kell telnie ahhoz, hogy meg tudják tisztítani a csatorna vizét. Da onog momenta kad dođe do takve incidentne situacije, a radi se o tom, o toj kritičnoj deonici od negde 40 km, da smo mi u startu u zaostatku 5-6 dana. Cela ta deonica ima negde oko 6 miliona kubika zapremine vode. Ono što mi možemo da uradimo, znači preko bajpasa, preko Kucure, to je da upumpavamo 15 kubika u sekundi. Znači, kad pomnožite 15 kubika u sekundi, 76.400 koliko ima u jednom danu, onda dobijete negde 1 milion kubika dnevno. Znači, nam treba 5-6 dana da bismo sve ono što je loše ušlo, na neki način da bismo ga izbacili iz te deonice. Tako da, ta delta, čim se to desi, svi smo osuđeni gubitnici. A csatornán végzett kármentesítés tartalmazza az elpusztult halak begyűjtését és elégetését is. A csatorna vize a szakemberek szerint a Tiszában már nem okozhat ehhez hasonló halpusztulást. Csim smo saznali za pomor, odnosno za incidentnu situaciju, stavili smo u funkciju sve naše kapacitete da tu vodu što pre zamenimo i da je na neki način kompletno izmenimo do upusta u reku Tisu. Znači, ona je takva kakva jeste završila u Tisi, a nemamo nikakvih nagoveštaja da je tamo nešto loše napravila. A bácskai nagycsatornát 18 vállalat szennyezi valamilyen szinten, de a kulai környezetvédelmi felügyelőség most a Cservenkai cukorgyárnak tiltotta meg a további súlyos szennyezést. Slavko Vrndzsic igazgató szerint a visszatérő problémát csak is megelőzéssel lehet elkerülni. Nismo uredili stanje, tako da do toga više ne dolazi. I tu je suština, vidite. Mislim, da li se radi o 5-10 miliona štete, ja zaista nagađam. Službe će dati neki svoj stav i sud o tome. Međutim, osnovna stvar je da nadležne službe, institucije učine sve da se do ovakvih zagađenja više ne dođe, odnosno se ne dešava. A Cservenkai cukorgyárban cáfolták, hogy a szennyezést ők okozták. Az illetékes felügyelőség az utóbbi napokban többször is ellenőrizte a céget, és megállapították, hogy a cukorgyár felhagyott a DTD csatorna szennyezésével.
Jelentősen módosulnak a vám előírások december 14-től Szerbia és Magyarország között. Ezeknek a lényegéről és a gyakorlati megvalósulásáról kérdezem Varga Szilveszter vámjogi szakértőt. Jó estét kívánok! Jó estét! Mely változások érintik legnagyobb mértékben a Magyarországra utazókat, tehát bennünket? Hát először is nem csak a Magyarországra utazókat, hanem az Európai Unió, tehát első határországát érinti, tehát Horvátországot, Romániát, mi esetünkben Bulgáriát is. Tehát az Unió határozata ez, az Európai Bizottság és az Európai Tanács 2016-ban hozott egy határozatot, amivel korlátozza a növényi termékek, kezdve a gyümölcstől, behozatalát, tehát ültetvényeket, vagy oltványokat, vagy bármi, ami növényi. És ebben változik, mert most kapott akkor Közép-Európa egy ilyen halasztási időt. 2019. december 14-től viszont nagyon szigorú lesz. Ez valahogy a sajtóban csak megemlítésre került, ellenben nagy meglepetés lesz, ráadásul kellemetlen. 14-én reggel, mikor megjelenik valaki, mondjuk Móralomra megy a fürdőbe, és visz magával egy kiló, a családnak egy kiló almát, és a jelek szerint nem tudja majd bevinni. Mi erre a magyarázat? Miért nem lehet? Nagyon elterjedtek, ezt a közvélemény is észrevette, új károsító állatkák, rovarok jelentek meg. Elsőbben ázsiaiak, tehát nálunk nem honosak, és nagyon, nagyon gyorsan szaporodók, terjedők, és erre főfigyeltek valószínűleg a palettákkal, valamikor raklapokkal bejött sárga katicabogártól kezdve, a zöld poloskáig, most különböző cincér állatkák jelentek meg, amik eddig nem voltak ismertek itt ezen a vidékünkön, és nagyon szaporák, nagyon gyorsan szaporodnak, és reagálni kellett, ugyanis napok alatt képesek hektárokat megsemmisíteni, tehát a gazdák nagyon, nem régen történt Magyarországon, Nyíregyháza táján, kb. Két nap alatt egy olyan hektár málnást megettek. Hogyan képzeljük el ezt az új ellenőrzést? Tehát 14-én reggel megindulok Móralomra, és hogy ott lapul a táskámban fél kiló alma, erre rákérdeznek, hogy fog ez menni? Rákérdeznek, na most elsősorban ez nem vonatkozik arra az esetre, hogyha az utas horgos, egyetlen határátkelő horgos, ahol van növényvédői ellenőrzés, növényvédő osztály, akik ellenőrzik, és adnak ki papírt a szerb oldalon, hogy olyan gyümölcs, ami nem veszélyezteti a... Na most az a papír, az költséges. Most én azt gondolom, hogy nem éri meg az a 4 kiló vagy 4 almáért ezt kiváltani. És mi van azzal, akinél találnak? Tehát milyen szankciókra számíthat? Szankciók a következők, büntetés nincs. Fölajánlják neki, hogy dobja el, lesznek konténerek, ahogy én hallottam, most Sopronban volt a múlt héten egy vámkonferencia. Ott kimondták nyíltan, hogy konténereket állítanak fel, ez a szolgálat, a növényvédő szolgálat, és az utasnak fölkínálják, hogy vagy eldobja, vagy visszafordul és visszaviszi haza, vagy ahova viszi. Amennyiben elutasítja ezt a lehetőséget, akkor a vámos kolléga szól a növény ellenőrnek, aki elkobozza, de azt ki kell fizetni a megsemmisítést. Tehát az utas. Igen, akkor... nyilvánvalóan, ha már a veszélyes így állatokról van. Beszél. Ez milyen mértékben befolyásolja a gazdasági szereplőket, tehát akik mondjuk nagyban almát szállítanak? Az egy másik történet, tehát az áruforgalomban lesznek szigorítások, de erre már fölkészültek a gazdálkodó cégek, ugyanis miben mehet ott ez a károsító állatka? A raklapokon, az úgynevezett palettákon. Na most azokat mielőtt indítsák az Unió felé, egy külön eljárásban kezelik, és megjelenik, ki kezelte, tehát a
raklap lábain belül lesz a jelzés. Tehát melyik országból jön, ezek ilyen kódjelek, amiből tudni, hogy honnan jött ez a, le lehet olvasni, és egyszer, mint garantál az, aki ezt elkészítette. De ez nyilvánvalóan akkor többletköltséggel jár. Kétségtelen többletköltséggel, mert hogy mindent megtesznek, hogy ezt megállítsák, ugyanis számítások kimutatták, hogy ezek az új károsítók képesek a termés 40%-át világszinten, 40%-át megsemmisíteni. Ez már egy olyan jel volt, hogy a harangokat meghúzni, itt valamit tenni kell, úgyhogy nem irányul ez valaki ellen, hanem a gazdákért, meg a termésért, mert az élelmet megsemmisítik ezek a kártevők. Itt a Pannon Televízióban heti szinten számolunk be arról, hogy a határátkelő helyek zsúfoltak, ünnepnapokon, hétvégéken nagyon nehéz átjutni Magyarországra, vagy esetenként vissza. Az átjutásnál, hogyha ezeket a próbákat bevezetik, nem lesz még nagyobb, nem félnek attól, hogy még nagyobb tumultus lesz? Hát én igazából a törvény részét képviselem, de biztos vagyok benne a gyakorlatban, hiszen most is, amint mondotta, várakozás van, akkor ha egy kocsiba találnak 4 almát, vagy maradjunk a 4 almánál, természetesen azzal foglalkozik az intézkedő vámos, természetesen azzal az 5 perccel, 10 perccel, torlódik a mögötte jövő kocsisor. Gyakran hallunk arról, hogy szúrópróbaszerű vizsgálatokat végeznek a vámosok, és ilyenkor tiltott szereket, vagy nagyobb mennyiségű pénzt találnak az utazókkal. Önnek nagy tapasztalata van a vámvizsgálattal. Ezeket az ellenőrzéseket mi alapján végzik? Hogyan tudják kiszúrni azt, ha valaki valamilyen illegális dologra adta a fejét? Hát általában egy rövid... Elsősorban az első jel a név, vezeték, név, származási hely, vagy kiindulási hely. Aztán néhány mondat, ami miatt sokszor mérgelődnek az utasok, megkérdezik, hogy hova utazik, vagy honnan jön. Igen, gyakran halljuk, hogy hát mit érdekli a vámost, és hogy én hova tiltakozik, megyek. Hogy most mi köze hozzá, hogy én, igen, az mind, vagyis hát a vámos kollégák nem azért beszéltetik az utast, hogy éppen ahhoz van kedvük, hanem abból kiszűrik, hogy esetleg olyan okot ad rá, hogy tételes vizsgálatot végezzen, vagy pedig csak legyint kézzel, hogy mehet tovább. Ebből ki lehet. Általában például olyan badarságot mond az utas, hogy megyek Münchenbe, de nincs nálam pénz, 30 eurón van. Ez már egy ok arra, hogy na várjunk, hát ugye úgy nagy fényig nem indul el az ember ennyi pénzzel, nem hogy Münchenig. Ezek az oka ami, annak a kérdéseknek. Aztán, hogy van-e nála voucher, van-e valahol befizetett szállása, az is egy mentesítő, hogyha nincs pénz, de, vagy kreditkártyája, vagy valami. Tehát gondolom, hogy ez egy egész tudományág. Hát köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Varga Szilveszter volt a vendégünk, aki vámügyi szakértő, és a december 14-én bevezetendő új rendelkezésekről beszélt nekünk. Ünnepséget tartottak tegnap a kiemelt jelentőségű tartományi nap kapcsán Újvidéken. Igor Mirovics a tartományi kormány elnöke beszédében arról értekezett, fontos milyen vajdaságot hagyunk az utánunk következő generációkra. Vojvodina danas jeste deo Republike Srbije u kojoj ne samo Srbi, već i pripadnici nacionalnih manjina, nacionalnih zajednica ostvaruju sva prava koja su propisana Ustavom i odgovarajućim zakonima. I zbog toga možemo da kažemo da je zavetna misao o ravnopravnosti ispunjena. Prava, istinska ravnopravnost stanuje u Vojvodini i stanovaće uvek dokle god se budemo trudili da sve ono, kako su naši preci govorili, što pripada nama, bude pripadalo i drugima. U tom
idealu, mi ćemo nastaviti da živimo i nastaviti da svakodnevno radimo. A rendezvényen több elismerést is kiosztottak. Kinka Rita zongora művész több mint 800 hangversenyt adott már világszerte. Zongorista karrierje mellett pedagógiai munkát is végez. Egyetemi tanár az Újvidéki Művészeti Akadémián. A kulturális életben betöltött szerepéért Fehér Ferenc díjjal jutalmazták. Számos más díjban is részesítették eddig élete folyamán. Azt szeretném kérdezni, hogy ez a díj miben másabb, mint a többi? Ez a díj a kultúra díja. Az eddigi díjak pedig a zeneművészeti munkásságomra szóltak. Úgyhogy a kultúra az szerintem még szélesebb fogalom, aminek egy része a zeneművészet. És ebben leköteleznek, hogy továbbra is úgy munkálkodjak, ahogy eddig. És senki sem sziget. Mindenkinek a sikere, sok embernek a közreműködésével született meg, és szeretném átadni ugyanúgy az én tapasztalataimat az egyetemistáimnak, tanítványaimnak, és mindenkinek, aki a kultúrával foglalkozik. Mit gondol a zenehallgatási szokásokról a Vajdaságban? Van még jövője a komoly zenének? Komoly zenének mindig is lesz jövője, de attól függ, hogy menj az a kritikus nagysága a publikumnak, az mindig sajnos csökken. Azért, mert a YouTube-on minden nagyon hozzáférhető, és valószínűleg, hogy könnyebb sok embernek a fotóiból hallgatni a zenét és gomnyomásra, mint mondjuk rossz időben is, elsőben, zivatarban is elmenni egy hangversenyre. De nem tudják, mit mulasztanak, mivel az élő zene az egész más hatással van az emberekre, az emberek szellemére, és az az energia, ami a koncertteremben jön létre, az pótolhatatlan. Milyen tervei vannak a jövőre nézve? Szeretnék még sokáig a zenében lenni, ameddig megengedi a fizikai és a pszichikai erőnlétem, és soha be nem fejezni, mert a zene az egyetemes, és se kezdete, se vége nincs, és mindannyian csak úton vagyunk. Hogyha a fiataloknak üzenhetne, akik a zenei pályára készülnek, akkor mit üzenne nekik? Szeressék azt, amivel foglalkoznak, és teljes szívből csinálják, mert nem az miatt, hogy most utána mennyi pénzt fognak vele megkeresni, hanem hogyha tényleg kitölti szellemüket, lelküket, szívüket, akkor avval kell foglalkozni. Mindenkinek megvan, hogy mire tehetséges, és mire teremtette a mindenség. Úgyhogy aki a zenében tehetséges, az csinálja úgy, ahogy kell. Vajda Attila az Oromhegyesi Arany János Általános Iskola igazgatója, ez mellett a Magyar Kanizsa Község Pedagógus Egyesületének elnöke is. Az oktatás területén elért kimagasló eredményeiért Gyorgye Natosevics díjban részesítették. Milyen szerepet tölt be Vajdaság egyik legjelentősebb díjának az elnyerés az ön életében? Hát én, ahogy mondanák, ezt az ember egyszer éli át, nagy megtiszteltetés számomra. Nem is gondoltam volna még akár egy éve vagy több éve is ezelőtt erre a díjra. És aztán megleptek a kollégák, az Egyesület elnöksége, akik javasoltak erre a díjra, és aztán már úgy mentek a dolgok. Hát volt egy kis izgalom, hogy na hát abban lesz-e valami, vagy nem lesz, mert ugye azért elmúlt november 15-e, amire meg kitudódott az, hogy ki is kapta ezt a díjat, és akkor ez nagy örömre szolgál minden mai napig.
Milyen tervei vannak a jövőre nézve? Szeretnél folytatni továbbiakban is a munkásságát? Hát ez egyértelmű, ez nem volt kérdés. Tehát nem azt akarom mondani, hogy itt többet akarok csinálni, mint eddig, hanem folytatni ugyanezt a munkát, és a lényeg az, hogy még nagyobb intenzitással, de itt azt értem csak, hogy újabb ötletekkel az egyesületnek a fejlődését illetően, és hát amit mindig ki kell, hogy hangsúlyozzam, hogy ez egy csapatmunka. Tehát ezt önállóan én egyedül nem érhettem volna, úgyhogy valahol ez a díj a csapat is mögöttem, akik ebbe besegítettek. Melyek a legfontosabb megoldatlan kérdések jelenleg Vajdaságban, ami az oktatást illeti? Maga szerint természetesen. Hát igen, hát ami a saját iskolámban indulok ki, akkor először is a diák létszám, ami a probléma első része. Itten sok mindenről beszélhetünk, a külföldre való elvándorlástól kezdve a gyermekáldásnak a leesése. Habár éppen az idei pedagógus akadémiánkon mondtam el, hogy látok némi biztatót, mert az iskolából most tényleg többen is mennek szülési szabadságra, ami nem volt jellemző az elmúlt években. Hát ez az egyik legnagyobb probléma. Aztán pedig ugye a pedagógus hiány, főleg ugye mondanám a szakemberek hiánya magyar nyelven, akik szintén elvándoroltak külföldre, és akkor a kisebb iskolákban nem mindig jutnak szaktanárok. Milyen tanácsokat adna a fiatalok részére, akik erre a hivatásra készülnek? A tanácsom az lenne, hogy bátran, akinek van ehhez affinitása, el kell, hogy vállalja ezt a szakmát. Az a véleményem, hogy a kivándorlás lassan megáll, az ország szerintem egy kicsi fejlődés mutat, ami a fizetéseken is megváltozik, és remélhetőleg az elkezdő 5-10-15 év után észreveszik azt, hogy pedagógusok nélkül nem tudunk nagyon előre haladni, mármint hogy a diákokat magasabb szintre emeljük, mert azoknak már a komoly tudás szükséges a technikai vívmányok tekintetében, és akkor minden a helyére fog kerülni. Péntekig lehet jelentkezni a Magyar Nemzeti Tanács 2019-2020-as tanévre szóló harmadik felsőoktatási pályázati felhívására. Ennek kapcsán beszélgetek Jerasz Anikóval, az MNT végrehajtó bizottságának elnökével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a tévénézőit. Ebben a tanévben ez már a harmadik kiírás az MNT felsőoktatási pályázatára vonatkozóan. Mennyien jelentkeztek az első két körre, és milyen eredményekről tud beszámolni? 2011-ben indította el a Magyar Nemzeti Tanács valójában a felsőoktatási ösztöndíj programját, amelynek keretében ösztöndíjakat biztosítunk azon fiataloknak, akik itthon a vajdasági egyetemek, főiskolák valamelyikén kezdik meg tanulmányaikat, és ebben az évben az első két pályázati körünk, mint ahogyan ön is említette, már lezárult sikeresen. Az első kör az július közepétől szeptember közepéig állt nyitva az első évesek számára. Itt mintegy 227 ösztöndíj lett kiosztva azon fiataloknak, akik első ízben kezdték meg tanulmányaikat valamely főiskolán vagy egyetemen elsősként. A második pályázati körünk az szeptember 23-a és október 21-e között állt nyitva. Ide már a felsőbb évesek is pályázhattak, de ugyanakkor az első évesek is. Erre a pályázati felhívásunkra is nagyon nagy volt az érdeklődés, és itt 50 ösztöndíjat tudtunk kiosztani, és igény mutatkozott arra, hogy egy harmadik pályázati kört is megjelentessünk, és ez november 21-én lett megnyitva, és péntekig, azaz november 29-éig áll nyitva. Erre a pályázati körre is jelentkezhetnek úgy az első évesek, mint a felsőbb évesek. Úgy vettük észre az előző két pályázati kiírásnál, hogy mégis vannak olyan fiatalok, akik ösztöndíj várományosai lennének, és nem tudták elkészíteni, beszerezni a kellő dokumentumokat, amelyeket a pályázati kiírásunk megkövetelt, és ezért az ő számukra, mivel a lehetőségeink adottak voltak, nyitottak voltak, ezért megjelentettünk még egy pályázati kört, amelyben újabb 20 ösztöndíjat fogunk kiosztani. A nyertes pályázók, ugye ösztöndíjról beszélünk, mekkora anyagi támogatást kapnak? Az ösztöndíj nagysága 90 és 150 euró közötti. Ezt az
a nyertes ösztöndíjasok valójában 10 hónapon keresztül kapják. Az, hogy mekkora ösztöndíjban részesül egy-egy egyetemista vagy főiskolás, az attól függ, hogy egyetemre vagy főiskolára jár-e az illető, hogy milyen családból származik, hogy nagycsaládos családból, csonka családból, hogy hiány szakmának számít-e az az egyetem, amelyre jár, vagy kevésbé hiány szakmának, hogy azon a területen, azon önkormányzat területén tanul-e, ahol valójában az állandó lakcíme rendelkezik. Tehát ezek azok a tényezők, amelyek mozgatják az ösztöndíj nagyságát, akár 10, illetve 20-30 euróval lefelé vagy fölfelé. Ezek az önök kritériumai, viszont mit kell nekik teljesíteni ehhez, tehát mik az elvárások irántuk? Tehát valójában a fiatalok, amikor megpályázzák az ösztöndíjat, akkor mellékelniük kell azt a bizonylatot, amellyel bizonyítják, hogy felvételt nyertek valamely egyetemre vagy főiskolára, akkreditált egyetemre vagy főiskolára, mellékelniük kell azt a bizonylatot, illetve bizonyítványt, hogy magyar nyelven fejezték be vagy az általános, vagy a középiskolai tanulmányaikat. Ha rendelkeznek tanulmányi versenyen valamilyen oklevéllel, diplomával, hogy helyezettek lettek, akkor ezt is mellékeljék a számunkra, hiszen ez is az elbírálásnál fontos tényező. Valamint ki kell tölteniük egy űrlapot, amely arról tesz tanúbizonyságot, hogy vállalják, hogy 3 évig itthon fognak dolgozni, miután befejezték felsőoktatási tanulmányaikat. Tanulmányi eredményhez kötik a folyósítást? A folyósítás nem, de természetesen túljelentkezés esetén ez is egy szempont, hogy azok kapják meg az ösztöndíjat, akik a magasabb átlaggal rendelkeznek. Nemrégiben járt le a váradi kiválósági ösztöndíj pályázatok beadási határideje. Itt milyen eredmények születtek? Hányan jelentkeztek? Igen, november 15-én járt le a váradi kiválósági ösztöndíj program keretein belül megjelentetett 2 pályázati felhívásunk, hiszen valójában ez az ösztöndíj program, ez 2013-ban indult el Váradi Tibor akadémikusnak köszönhetően az ő ötlete nyomán, viszont 2016-ban már 2 választottuk, és 2 pályázati kört jelentettünk meg, egyet azon fiataloknak, akik mesterképzésre járnak, míg a másik pályázati felhívásunk azoknak szólt, akik a doktori képzésre járnak, és az idei pályázati felhívásunkban 80 ösztöndíjra írtuk ki a pályázatot a mesterképzésre járó fiatalok vonatkozásában, míg 20 ösztöndíjra a doktori képzésre járó fiatalok vonatkozásában. A ranglistát még nem jelentettük meg, a pályázatoknak a feldolgozása, elbírálása még folyamatban van, de már azt látjuk, hogy a 80 mesterképzésre járó fiatal számára kiosztandó ösztöndíjra 113-an jelentkeztek, tehát itt van egy túljelentkezés, míg a doktori képzésre járó fiataloknak szánt 20 ösztöndíjra 25-en jelentkeztek. Tehát mind a 2 esetben többen túljelentkezés. Igen, aminek mi nagyon örülünk, és még csak annyit engedjen meg, hogy elmondjak, hogy a doktori képzésre járó fiatalok vonatkozásában az idejében változtattunk a pályázati kiíráson, illetve a határozaton, és ebben az évben már azok a fiatalok is meg fogják kapni az ösztöndíjat, akik harmadévesek a doktori képzésen, még az előző években a pályázati kiírás, illetve határozat csak azt tette lehetővé, hogy az első és a második évre járó doktoranduszok kapják meg az ösztöndíjat. Úgyhogy reményeim szerint ennek tudható be ez a túljelentkezés, de mi nagyon örülünk, hogy ekkora az érdeklődés, és hogy töretlen az érdeklődés az ösztöndíjra. Visszatérve a felsőoktatási ösztöndíjakra, pontosan meddig, ugyebár említette, hogy pénteken, de azért ez egy kicsikét tágfogalom még, és milyen módon lehet pályázni? Tehát aki most dönti el, hogy már pedig én pályázok, akkor milyen dokumentumokat és hogyan kell önöknek eljuttatni? Ebben az esetben is arra szeretnénk kérni a fiatalokat, hogy a CMH irodákhoz juttassák el a pályázati dokumentációt. CMH irodákkal rendelkezünk Szabadkán, Nagybecskereken, Zomborban, Temerinben, Zentán, és ezen CMH irodák valamelyikébe, illetve a legközelebb eső CMH irodában juttassák el a pályázati dokumentációt, de ugyanakkor elektronikusan is töltsék ki azokat a szükséges űrlapokat, amelyet erre előlát a pályázati felhívásunk. A Magyar Nemzeti Tanács honlapján megtalálják a linket, amellyel ezt le tudják tölteni, és ki tudják tölteni. A pénteki nap 14 óra a határidő, amíg a papíralapú, illetve amíg az elektronikus űrlapot ki kell tölteni, és a későbbiek során hiszem azt, hogy a jövő hét végéig már meg is fog jelenni a ranglistánk. Tehát akkor fiataloknak pályázásra fel, Jarasz Anikónak köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk. Én is köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
2016. november 26-án, tehát pontosan 3 éve láthatták először a vajdasági gyerekek szavalatait bemutató Kalamáris című műsort a Pannon televízióban. Azóta számos település diákjai kerültek a képernyőre. Most nézzük meg a Zelk Zoltán Varázskréta című versét az Óbecsei Brusznyai Réka előadásában. Varázskréta. Ismerek egy öreg asszonyt, igazat mondok, nem tréfát, aki egyszer a tavasztól elkérte varázskrétát, és azóta, mint a tavasz, hegyre, dombra és mezőre, ő is virágokat rajzol, kemencére, terítőre. Lehet ősz is, jöhet tél is, olyan csodát tud a kréta, szarka láb és bója hírnő, sárkálik a margaréta. Hadd súgok egy titkot nétek, na titkot egy kicsi szóba, benne lakik-e varázslat, benne minden toltartóba, minden színe ceruzában, vízfestékben és ecsebben. Ha akarod, rózsa nyílik, fágára a levélebben, amíg odakül a tél, majd fehér jégvirágát írja, ide bent a szobában, tavaszt írunk a papírra. A Kalamári stábja az elmúlt 3 év során már többször terepre is vonult, hogy különböző vajdasági településeken rögzítse a diákok szavalatait. Legutóbb Temerinben jártak, most erről láthatnak egy rövid összefoglalót. Szabadkai székháztól indul útnak a Kalamáris stábja. Nem először vonulnak terepre, hogy verseket vegyenek fel. A távolság nem tántorította el őket. Közel 100 kilométert tettek meg, hogy fiatal temerini diákok szavalatait rögzítsék. A kipakolás közben a rutin látható volt. Keresztűzben sorakoztak a reflektorok. Mindenki a felvétel kezdetét jelző karlendítésre várt. Szép Benedek elsőskora óta mond verseket. Több versmondó versenyen bizonyított. Ezeknek köszönhetően már eljutott Kolozsvára és Budapestre is. Az előadott verset azért választotta, mert egyszerre tartja viccesnek és szomorúnak is. A Lackfi János örököt mondtam, és igazából most megyek majd a Dudás Kálmára, és ahhoz ugye 3 vers kell, egy vajdaságival, és a 3 vers közül ez volt a kedvencem, mivel a vajdaság is, hát a Fruzsina mondta, ezért én a 2 Lackfi János vers közül ezt választottam. Varga Szitár Hanna nem szereti az ütemesebb verseket. Helyettük a lassú, megfontolt balladákat kedveli, amelyeket jobban át tud élni. Legyünk ma mások, legyünk kora kapunyílások. Hát verset mondani azért szeretnek, mert számomra minden verseny ilyen kihívás, és azért szeretnek, mert én szeretem a kihívásokat. A gyerekek felkészítő tanára Nemes Ildikó elmondta, hogy az iskolai év eleje óta készülnek a megmérettetésekre. A versválasztás egyik fontos szempontjának tartja, hogy a vers passzoljon a gyermek személyiségéhez. Az év folyamán egy-egy diák akár 4 különböző verssel is szerepelhet a versenyeken. Nagyon sok lelkes versmondónk van, tehetségesek is,
és minden évben örömünkre szolgál, vagyis örömmel látjuk azt, hogy tömegesen jelentkeznek, különösen az alsósok, de a felsősök is, felsősök körében is egy 10-15 versmondót mindig elő tudunk állítani, akik megállják a helyüket a versmondó versenyeken. Késődik Ágnes. Szó. Hazádból. Hogyha még bírod, ne menj el. Ó, magyar. Hogy menekülj. Lesz mindig ok. És mindig, hogy maradj. Itt áldozat. S vajon? Mi ott? Bevándorló lehetsz. Nem tudhatod, végül melyik a súlyosabb kereszt. Mentovics Éva. Csévári Lina a kortárs magyar költészet szerelmese. Kedvenc költője Lackfi János. Mentovics Éva Hova tűnt az ellenőrző című versét adta elő. Ez kezd nehézen egy kicsit az iskola, azért nem ilyen durva dolgokat szoktam csinálni, meg ilyenek, de van már egy rossz jegyem is, és hát szerintem ezt minden diák, meg iskolás átérzi. Huszta Orsolya, a Kalamári szerkesztője szerint sokan hangulatuktól függően választanak verseket. Fontosnak tartja, hogy a gyermekek gyerekverseket olvassanak, és megismerik a vajdasági szerzőket. A jól végzett munka után a Pannon RTV stábja fáradtan, de mégis lelkesen indult haza. A szerkesztési, vágási és grafikai munkák után hamarosan a képernyőre kerülnek a temerini diákok szavalatai a Kalamáris című műsorban. A közügyek vendége Radákovics Huszta Orsolya, a Kalamáris szerkesztője, illetve Góli Zsuzsanna, 5. osztályos tanuló, és Jurcsák Renáta, 1. osztályos tanuló, akik már többször is szerepeltek itt nálunk a Kalamárisban. Jó estét, sziasztok! Jó estét! Szia! Jó estét kívánunk! Orsi, először engedd meg, hogy így a közügyek stábja és az egész Pannon TV nevében gratuláljak ez a 3 éves születésnaphoz. 2016-ban köszönöm. Milyen elgondolásból kezdtetek bele, kezdtél bele ebbe a műsorba? A gyerekek voltak azok, akik az ötletet adták ahhoz, hogy ez a műsor elinduljon, a Pannon RTV pedig lehetővé tette, hogy meg is csináljuk, és véghez is vigyük ezt az ötletet. Mindig elmondtam akármikor, hogyha megkérdezték, és mindig ugyanazokat a diákokat emlegetem, és hálás vagyok nekik azóta is, hogy ők vannak, most már 8-osok, és most már nagyon tinédzserek, nagyon tinik, lehet, hogy most már nem is szeretnek annyira szerepelni, de én bízom benne, hogy ez a szavalás és a versmondás, ez végig fogja őket kísérni. Volt egy versmondó verseny, ahova egyedül egy diákot vihettem el az 5. osztályból, de jelentkeztek legalább 10, hogy ők szeretnének szavaló versenyre, vagy versmondó versenyre menni. És ez nagyon szomorú volt számomra, hogy ha már ennyire akarnak, akkor miért nem lehet őket elvinni, de nyilván kellett egy keret, volt egy létszám, amiben bele kellett férni. És akkor jött az ötlet, hogy akkor majd én megpróbálok tenni azért, hogy akkor legyen egy olyan hely, ahova el lehet jönni azoknak a gyerekeknek is, akik nem jutnak el a szavaló versenyre. És lett is egy hely. És ugye 3 év alatt hány adásról beszélünk? Hány kalamáris is volt? Hú, hát ezt be kell szorozni 365-tel, mert hogy ez nagyjából ugye minden napra egy vers jut, és egyedül ez az egy első nyár volt olyan, hogy a kalamár is elment nyári szünetre, mert pihenni kellett nekem is, meg a kalamárisnak is kellett ez az egy hónap, vagy másfél hónap szüneteltetés. Ezren felül van a szám, nem tévedünk. Abszolút, teljes mértékben. Milyen versekből válogattak?
Itt tehát óvodáskortól kezdve egészen a középiskolásokig képernyőre kerültek a diákok, korosztálytól függően, meg korukhoz illően választották a felkészítő tanárok a verseket, voltak humoros versek, voltak magyarság versek, voltak tehát a magyarsághoz kapcsolódó versek, nagyon sok, aminek nagyon külön örülök, hogy egyre több olyan vers van most már, amely a vajdasági alkotók tollából származik, és mernek hozzányúlni a kolléganők, meg a felkészítő tanárok, és ez szerintem teljesen, teljesen jó, és bátorságot ad szerintem a többi felkészítő tanárnak és diáknak is, hogyha látja azokat a gyerekeket, akik mernek a kamera elé állni. És akkor ugye itt van nálunk a stúdióban a két fellépő is, Zsuzsanna és Renáta. Hát tőletek kérdezem így, hogy melyik verset mondtátok? Zsuzsanna, először akkor te mondd. Hát én már nagyon sok verset mondtam versenyeken is, de a Kalmárisban is. És az, amire egyik legjobban emlékszem, az Nemes Nagy Ágnes verse, aminek az a címe, hogy Jeromos a remeterák. Renáta, te mit adtál elő itt nálunk? Melyik verset mondtad a Kalamárisban? Juhász Magda, jó leszek, ígérik a gyerekek. Na, nagyon szép verset választottál, és izgultál, amikor vettek fel kamerával? Nem ijedtél meg? Nem ijedtem meg, már több versenyen is voltam, és már ezt megszoktam. Tehát akkor neked ez nem volt új dolog már? Nem. Zsuzsanna, számodra milyen volt ezek a felvételek? Rutinosan csináltad már? Hát annyira rutinosan még nem voltam itt a Kalamárisban, de úgy éreztem magamban, hogy a vers az nekem való, és én értek hozzá, hogy meg tudom tanulni a szövegeket, és nem csak úgy, hogy meg tudom fejből is elmondom, hanem tudom és értem a lényegét, és próbálom úgy elmondani a közönségnek, vagy csak a Kalamárisnak, hogy érződjön is a mondani valója. Nem csak elmondtad, hanem elő is adtad. Igen. És hát utána gondolom visszanézted magad a tévében, milyen Igen. érzés volt ez? Jó volt? Büszke voltál úgy magadra? Jó érzés volt látni azt, hogy én hogy dolgoztam ezeken a verseken, és hogy meg tudjam nézni azt, hogy adtam azt elő abban a pillanatban, hogy én mennyire voltam erre fölkészült, és mennyire izgultam abban a pillanatban. Renáta, mondd, biztos a szüleid és a rokonok, testvéreid, ha vannak, megnézték, mit szóltak hozzá, hogy láthattak a tévében téged? Hát mindenki gratulált, mondták, hogy nagyon ügyes vagyok, és első lettem, és nyertem egy tortát is, és anyukám is mondta, meg az apukám is, meg a testvéreim is, hogy nagyon finom a torta. Úgyhogy akkor megérte egy kicsikét lámpalázásnak lenni? Igen. Bocsi, visszatérve hozzád, ezek a forgatások 3 év alatt azért csak-csak néhány érdekesebb történetet is a tarsolyodba tudtál gyűjteni. Hú, igen, nagyon sok emlékezet és pillanat van. Hogyha lehetne, még akár egy baki parádét is lehetne ezekből csinálni, mert a gyerekek, úgy veszem észre, hogy akkor, amikor odaállnak a kamera elé, akkor lámpalázasak, de ahogy elkezdik mondani a verset, onnantól kezdve feloldódnak, és észre se veszik, hogy ők a kamerába mondanák a verset, mint hogyha erre születtek volna, és függetlenül attól, hogy valaki versmondó, vagy csak éppen először mond verset, mert megkívánta, hogy ő szerepeljen, de én annak örülök, hogy mindenki a kamera elé állhat, és voltunk, tehát nagyon sok helyen jártunk már, és olyan, hát nem csak gyerekek, hanem felnőttek is mondtak már verset, akik
akik speciális tagozatra járnak, és azoknak a szemében látni azt a munkát, hogy ők mennyit dolgoztak azon, hogy ők szerepelhessenek, és el tudják mondani hangsúlyozva, kimérten, tehát a hanglejtésre odafigyelve. Én azt hiszem, hogy ezek a legszebb pillanatok, amikor tényleg azt az igazi boldogságot látjuk akár a gyerekek, akár az idősebbeknek az arcán. És milyen az, amikor ti kivonultok a terepre, láthattuk a bejátszásból, hogy hát a fél pannont kicipelitek, de mégis milyen hogy képzeljünk el egy forgatást? Mindig két kamerával indulunk neki, mert hogy ugye közelibe is félközeli pozícióban veszük a gyerekeket. Ugye két operatőr, én, és volt már olyan, hogy külön hangmérnök is jött velünk, tehát akkor az egy még nagyobb munkát igényelt, de most már elég rutinosak vagyunk, és amikor felhívok egy-egy iskolát, vagy felkészítő tanárt, általában magyar tanárnőket és a tanítónéniket hívom fel, akkor úgy tudjuk most már mondani, hogy akkor, hogyha 10-15 gyerek, hogyha már összegyűl, akkor az egy óra, másfél órába belefér, és ezt mindig túllépjük, tehát itt soha nincs keret, de az, hogy 15 diák legyen, nagyon kevés alkalom van, hogy 15-en szerepeljenek egy-egy intézményből. De az átlag az a 20-25, és ez szuper, mert akkor rögtön kitöltünk egy hónapot velem, tehát ugye ez egyébként is jó, és nem lankad, én úgy látom a kalamárisnak a sikere, meg a népszerűsége sem. Hát akkor még sok-sok sikeres évet kívánunk a kalamárisnak is, és a lányoknak is sikeres versmondást hosszú-hosszú évekig. Mi pedig megyünk tovább, és megnézzünk még egy korábbi kalamáris felvételt. Köszönjük szépen! Őszi mondóka. Arany hinton jön a nyár, hintója már messze jár. Ezüst szánon jön a tél, erről dalol most a szél. Lám a tűz is erről pattog, gyerekek ma bent maradtok. Kint esik, bent a meleg, jól esik. Az aldunai-bukovinai székely közösségekbe Székelykevére és Hertelendi falvára látogatott Fábián Éva bukovinai székely mesemondó és népdalénekes Szabó Zoltán előadóművész népzeneoktató kíséretében. Kürütjükat a külhoni magyar gyermekek éve és Benedek Elek meseírót születésének 160. évfordulója alkalmából szervezték meg. Hogy az ánti világban olyan régen, de olyan réges régen, amikor még a kicsi Jézus sem élt a föld színjén, hát bizony volt ott a zsidók országában egy ember és egy asszony. Az embert Joachim apónak hívták, ugye milyen furcsa neve volt? De van ilyen név, Joachim. De az asszonynak a neve, azt mi is ismerjük, azt Anna nének hívták, Anna volt. Hát ezek éldegéltek szépecskén, együtt már sok esztendeje, volt Joachim. Fábián Éva, bukovinai székely mesemondó és népdalénekes már több alkalommal vendégszerepelt az aldunai bukovinai székelyek körében. Az elődöktől és neves székely meseírók gyűjteményéből tanult népmesékkel szórakoztatta a székelykevei és a hertelendi falvi közönséget. Ez alkalommal a lassan közeledő szeretet ünnepére hangolódva, már a karácsonyi csodáról, Jézus születéséről mesélt a gyerekeknek és az őket kísérő felnőtteknek. Két gyereknek is nagyon jól lehet mesélni, meg 200-nak is. Nem a létszámon múlik, nem a hangulaton.
A mesének varázsereje van. Hat a felnőttekre is, a gyerekekre is, két gyerekre is, 100 gyerekre is. Mese az egy varázslat. Üvegajtó nyíljon ki, üvegajtó nyíljon ki, egy szárból bász bújjon ki, egy szárból bász bújjon ki. A többszörösen díjazott előadó művésznek fontos, hogy a közönség is aktív szereplője legyen a műsorának. Most ez a divat, hogy interaktív. Hát én akkor így meséltem, amikor ezt a kifejezést nem is ismertem. Gyerektáncházban meg kellett oldani, hogy az elterelő, a gyerekek, ha eltereli valami a gyerekek figyelmét, akkor hát pont ezzel az úgynevezett interaktivitással vissza lehetett csöppenteni. Ha egy mondókát kellett gyakorolni, vagy úgy gondoltam, hogy mire hazamennek a gyerektáncházból, vagy most az iskolából, az óráról, mire hazamennek, memorizálják azt a dalocskát, mondókát, akkor belé-belé szövöm a mesébe. Hát én így csinálom, én tulajdonképpen a mesélést a pedagógiai munkámhoz egy nagyon jó, varázslatos eszköznek használom. Igen ám, a három király megtalálta az istállót, felköszöntötték kicsi Jézust, odaadták az ajándékokat, aranyat, tömjen, mirhát, mint Mária József a szegényeknek adtak a mirhát, azt a templomoknak, azóta is azt használják. Na de, a három királynak megjelent az Úr angyala, hogy vissza ne térjenek. El nem mondják Herodesnek, hogy hol található a kicsi Jézus, mert... Gyerekeknek szeretek leginkább mesét mondani. Igaz, hogy a mese régen felnőtt műfaj volt, a gyerekek esetleg ott ülhettek a sutuba, és hallgathatták, ha olyan volt a mese, de én azért is a tanításba, a pedagógiai munkába használom a mesét. Pontosan azért, mert mivel ilyen varázslatos hangulatot, légkört teremt, alkalmas például népdalok gyakorlására is. A produkcióban közreműködött Szabó Zoltán előadó művész, népzeneoktató, aki dudán és furuján muzsikálva varázsolta csodássá az elhangzó mesét. Kicsit kiszínesítjük, dalokat tanulunk, és akkor ha az egy hangszerre megy, akkor mindjárt más. Ha meg egy speciális hangszereket szólaltatunk meg, akkor azt is megismerik a gyerekek, tehát tudják meg, legyenek rá büszkék, hogy mivel már a Kárpát-medencei vagy magyarországi duda hagyomány is a UNESCO örökség része, kulturális örökség része, ezt pont a zeneiskolánk terjesztette föl, jó magam is közreműködtem benne, tehát erre legyenek büszkék, hogy ilyen nagyon szép hangszerek maradtak meg gyakorlatilag a 20. századig. A magyarországi művészek vajdasági körútjuk során Nagybecskerekre és Magyar Szent Mihályra is ellátogattak. A vendégszereplést a Magyarság háza szervezte. Ez volt már a közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap Kozma Zoltán várja önöket, most itt a Pannon Televízióban a Közelkép következik, majd 20 órától híradó a legfrissebb hírekkel. További szép estét kívánok, a viszontlátásra!